Egy gála műsor során mutatták meg a gyerekek, hogy mit is tanultak a háromnapos néptánc táborban Majoson. Az oktatók három korcsoportban foglalkoztak a gyerekekkel, a legkisebbeknek 3 éves korig úgynevezett ringató foglalkozásokat tartottak. Az idősebbek pedig többek között kézműves programokon vehettek részt, székely népi játékokat sajátíthattak el, természetesen táncoltak is, illetve folklor ismeretet tanultak. A tábornak a témája a bukovinai székely kultúra őrzése, ápolása, továbbadása, és egyáltalán az, hogy tudják a gyerekek, hogy mi az, hogy Bukovina, mik azok a székelyek, hogy kerültek Bukovinába, ott melyik 5 falut alapították, hogy jöttek onnan el 1941-ben, hogy menekültek Bácskából 1944-ben, ezt minden nap elmondták, le is kellett írják, vissza is olvasták, és ők már valószínűleg nem fogják elfelejteni az 5 székelyfalu nevét. Az Egyesület 2019-ben alakult, és jelenleg több mint 70 taggal rendelkezik. Legfőbb céljuk az őseik viseletének bemutatása, a hagyományok őrzése és továbbadása. Pap Domokos, a csoport elnöke elmondta, hogy szeretne utánpótlást kinevelni. Akik nem táncolnak, nem titkolt céllal, hogy kicsit beszoktassuk őket, megszerettessük vele ezt, és akkor hát a táncos csoportunk, ugye, aki közel 3 éve működik, tudnélik, már előtte elkezdtük velük, miért egyesületet alapítottunk, tehát előtte elkezdtük már a táncot. A 3 napos néptánc tábor egyébként teljesen térítésmentes volt, az Egyesület szeretne hagyományt teremteni a programból.